Főbb híreink. Magyarország és a Vatikán három kérdésben is közös álláspontot képvisel, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kocsis Kék Olivió, a Párbeszéd korábbi parlamenti képviselője, pártigazgatója lett a Demokratikus Koalíció környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyék kormánybiztosa. Netanyahu és második Abdullah Jordán király márciusban kezdődő Ramadán alatti eszkaláció közös aggodalmainak hátterében találkozhattak. Németország nem csupán egy századnyi harckocsit küld, hanem összehangolja az Ukrajnát ugyancsak leopárdokkal támogató partnerek tevékenységét is. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé híradóját látják, belföldi híreink. Magyarország és a Vatikán három kérdésben is közös, a nemzetközi fősodornak nem mindig megfelelő álláspontot képvisel. Ilyen az ukrajnai béketeremtés, a családok védelme és a keresztények támogatása, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Vatikánvárosban. A tárcavezető közölte, hogy a nap folyamán többek között a szentszéki diplomáciát vezető Paul Richard Gallagher érsekkel is találkozott, akit a barátjának is nevezett. Kiemelte, hogy Magyarország és a Vatikán egyetért abban, hogy mielőbb véget kell érni a háborúnak, az emberi szenvedésnek Ukrajnában, ez közös törekvés. Sajnos azt kell látni azonban, hogy a nemzetközi politikában a háborús retorika uralkodik, sok esetben bírálják, kritizálják és megbélyegzik azokat, akik a béke érdekében lépnek fel, de ez nem szabad, hogy eltérítsen minket, hangsúlyozta. A béketeremtésre koncentrálunk, felajánljuk segítségünket, és ha van rá szükség, akár közvetítőként, akár béketárgyalások házigazdáiként, ránk mindig lehet számítani a világon, tette hozzá. A családok védelméről is szó volt, amelyre a kormány a nemzet egyik legfontosabb stratégiai kérdéseként tekint, hasonló álláspontot képviselve a Vatikánnal. Kocsis Kék Olivió, a Párbeszéd korábbi parlamenti képviselője, pártigazgatója lett a Demokratikus Koalíció környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyék kormánybiztosa. Doblev Klára árnyék miniszterelnök elmondta, hogy ezzel párhuzamosan bővülnek Olá Lajos környezetvédelmi és klímaügyi árnyékminiszter feladatkörei, mert ő ezentúl környezetvédelmi, klímaügyi és innovációs árnyékminiszterként dolgozik majd. Olá Lajos úgy értékelte, a Fidesz kormányban nincs normálisan működő tárca vagy terület, az egyik legmostohább pedig a környezetvédelemé. A Demokratikus Koalícióhoz a múlt héten csatlakozó Kocsis Kék Olivió arról beszélt, hogy ma Magyarországon lényegét tekintve nincs állami környezetvédelem. A Fidesz nem látja el ezt a feladatát, sőt sokszor maga a kormánypárt az, amely veszélyt jelent a környezetre a kiemelt állami beruházások miatt, tette hozzá. Szerinte a kabinetnek nincs elképzelése arról, hogy a súlyosan szennyező és drága fosszilis energiáról hogyan tér át az ország a megújuló energiákra, és nincs széles körű a lakosság számára elérhető energiahatékonysági támogatási rendszer sem. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldják, kormányváltásra van szükség, szögezte le. Március 6-ától 10%-kal emelkednek a budapesti taxis tarifák. Az alapdíj 1000-ről 1100 forintra, a kilométerdíj 400-ról 440-re, a perzdíj pedig 100 forintról 110 forintra nő, döntött a fővárosi közgyűlés. A taxirendelet módosítását, amely a tavalyi és az idei költségvetési rendelet módosítására vonatkozó indítványban szerepelt, Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára egyhangulag 18 igennel fogadta el a testület. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselői egyébként nem szavaztak. A díjemelést azzal indokolták, hogy a taxisok számára érezhető költségemelkedéssel jár az üzemanyagok ársapkájának 2022. december elejé eltörlése. Az elfogadott javaslatban azt írták, a taxis szervezetek tavaly december 12-én egységes javaslattal fordultak a fővárosi önkormányzathoz, amelyben két változatban fogalmazták meg a javaslataikat. Az egyik javaslat szerint a telefonon vagy online előzetesen megrendelt szolgáltatás esetén az alapdíj 1000 forintról 2000 forintra emelkedett volna, amellett, hogy a többi díjtétel változatlan maradt volna. A másik végül elfogadott javaslat a tarifák 10%-os emeléséről szólt. Később a szervezetek újabb javaslatot fogalmaztak meg, amelyben az alapdíjat egységesen 1500 forintra, még a többi díjtétel 10-10%-kal kezdeményezték emelni. Külföldi híreink. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter a Kán közrádióban kommentálta Benjamin Netanyahu miniszterelnök és második Abdullah Jordán király találkozóját, amelyen Netanyahu ígéretet tett arra, hogy fenntartja a status quót a szent helyeken. Minden tisztelettel Jordánia iránt, Izrael független ország.
Felmentem a Templomhegyre, és továbbra is felmegyek a Templomhegyre. A királyi udvar közleménye szerint Abdullah király hangsúlyozta Netanyahunak az Al-Aqsa mecsetre vonatkozó történelmi és jogi status quo fenntartásának fontosságát. A Kán közszolgálati műsorszolgáltató esti riportjai szerint Netanyahu és a király a márciusban kezdődő ramadán alatti eszkaláció közös aggodalmainak hátterében találkoztak. A találkozó részleteit ismerő források szerint a király aggodalmát fejezte ki a súlyos eszkaláció lehetősége miatt, mind Jeruzsálemben, mind a területeken. Netanyahu úgy tűnik megnyugtatásul megígérte, hogy fenntartja a status quo-t a szent helyeken. A NAU saját céljainak elérése érdekében pszichológiai nyomást gyakorolt, és politikai kezdeményezéseket tett Iránnal, és eredménytelen volt. Hangoztatta Mohammad Iszlami, az Irán atomenergiai ügynökség vezetője. Irán nukleáris tevékenysége nem tér el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szabályaitól, jelentette be Mohammad Iszlami, az iráni atomenergia ügynökség vezetője, aki az IRNA hivatalos iráni hírügynökség szerint Teheránban tartott kormányülés után nyilatkozott a sajtónak. Együttműködésünk a NAU-vel fontos és folytatódik. Amint azt a NAU egységek jelentései is tartalmazzák, Irán nukleáris tevékenységében nincs eltérés, közölte. Iszlám arra is kitérve, hogy Rafael Mirano Grossi, a NAU igazgatójának iráni látogatása napirenden van. A német szövetségi kormány hangolja össze az ukrán hadsereg megerősítését két harckocsi zászlóaljjal, amelyek német Leopard 2 harckocsikból állnak majd, jelentette be Olaf Scholz kancellár a szövetségi parlamentben. A kancellár elmondta, hogy szerdán telefonon tárgyalt Vlagyimir Zelenszky ukrán elnökkel a hazája elleni orosz támadás ellen védekezés állásáról és a küzdelem német támogatásáról. A segítség újabb részeként Németország nem csupán egy századnyi 14 darab Leopard 2 A6 típusú harckocsit küld, hanem összehangolja az Ukrajnát ugyancsak Leopardokkal támogató partnerek tevékenységét. A csomaghoz németországi kiképzés, valamint lőszer, szállítás és karbantartás is tartozik, tette hozzá Olaf Scholz. Kiemelte, hogy sok németet aggodalommal tölthet el a német harckocsikról szóló döntés, de bízhatnak a kormányban, amely továbbra is csak a partnereivel együttműködve támogatja Ukrajnát, és gondoskodik arról, hogy a NATO ne kerüljön háborúba Oroszországgal. Üdvözölte több lengyel politikus, köztük Mateusz Morawiecki miniszterelnök a német szövetségi kormány szerdai döntését, amelynek értelmében Berlin Leopard 2 harckocsikat küld Ukrajnának, és más államoknak is engedélyezi ezek átadását. Morawiecki Twitter közösségi honlapján megköszönte Olaf Scholz kancellárnak a döntést, amely nagy lépést jelent Oroszország megállításához. Együtt erősebbek vagyunk, tette hozzá a lengyel kormányfő. Piotr Müller kormányszóvívő szerint a német döntés jó hír Európa biztonsága szempontjából. Az Európai Uniónak és a NATO-nak bátor lépéseket kell tenniük kontinensünk orosz invázióval szembeni védelme érdekében, nyilatkozott Müller. Az új generációs Cirkon hiperszónikus robotrepülőgépekkel felszerelt Admirál Gorszkov hadihajó csapásmérő képességeit tesztelte Oroszország az Atlanti-óceán nyugati részén, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. A tárca bejelentése szerint az év elején hadrendbe állított fregatt számítógépes szimulációval hajtotta végre a műveletet. A közlemény arra nem tért ki, hogy valódi rakétakilövés is zajlott volna a hadgyakorlatokon. Szergej Szojgu nemzetvédelmi miniszter január elején jelentette be, hogy az Admirál Gorszkov hadrendbe állt, majd az Atlanti és az Indiai óceánt, valamint a földközi tengert érintő hosszú távú hajózásra indul, amelyen a Vlagyimir Putyin elnök által a világon egyedülállónak nevezett Cirkon manőverező robotrepülőgépek használatát gyakorolja. Szojgu közlése szerint a fegyver megbízhatóan hatol át a lég- és rakétavédelmi rendszereken, sebessége 9 Mach feletti, hatótávolsága pedig meghaladja az 1000 kilométert. Mint mondta, a hajó a cirkonokkal képes célzott és erőteljes csapást mérni a tengeri és a szárazföldi ellenfeleire is egyaránt. Politikai tűzszünet elfogadására szólította fel a tiltakozókat a perui elnök kedden, miközben a főváros Lima utcáin ismét több száz tüntető vonult utcára, és szemtanúk szerint összecsapások törtek ki a tiltakozók és a rendőrök között. A televíziós felvételeken látszott, hogy néhány ember és rendőr megsérült, bár nem súlyosan. A város központban több órán át tartó zavargások után helyreállt a nyugalom. A tüntetések sorozata decemberben kezdődött, miután Pedro Castillo akkori elnököt leváltották. A zavargásokban eddig több mint 50 ember vesztette életét.
Alex Contreras, gazdasági miniszter elmondta, hogy bár a hetek óta tartó tüntetések hatással voltak egyes ágazatokra, különösen a turizmusra, a gazdaság idén mintegy 4%-kal bővülhet, amit a kormány 1,55 milliárd dolláros gazdaságélénkítési programja is támogat, miközben a sol továbbra is a régiós legstabilabb valutája. A tiltakozások eddig 2 milliárd sol, azaz 184 milliárd forint kárt okoztak a termelésben, és 3 milliárdos, azaz körülbelül 276 milliárd forint kárt az infrastruktúrában, közölte az elnök egyik sajtótájékoztatóján. Bővebb információt a brayerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma többnyire szürke, erősen felhős idő várható. Este is borongós idő lesz a jellemző, kisebb szitálások, eső, havas eső sincs kizárva. A hőmérséklet jellemzően 4-7 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!